A lakásügyi osztályon folyó nyomozás is szóba került a pécsi közgyűlés ülésén kedden. Kérdés formájában érdeklődött a politikai felelősségről az ügyben az ÖPK-DNP képviselője. Felmerült annak a gyanúja, hogy kenőpénzeket fogadtak el azok, akik a lakások kiutalásáért felelősek. Itt a sajtó csak azzal foglalkozott, hogy ez hivatalnokokat érintene, de a szabályzat szerint a lakásügyi bizottság felügyeli ezt a folyamatot, ennek az elnöke pedig Fogarasi jobbikos elnök úr, úgyhogy meg fogom kérdezni tőle, hogy van-e tudomása arról, hogy ilyen megtörténhetett, illetve adott-e ő ilyen utasítást valakinek. Ez a gyanú sajnos felmerül, mint ahogy az is, hogy Nyögír Lajos alpolgármester, akinek ez a területe, vajon mit tud itt az eseményekről. Korábban a polgármester azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy két dolgozóról kért adatokat az ügyben nyomozó kaposvári ügyészség. Politikusok érintettségét akkor kizárta Péterfi Attila. A közgyűlésre, illetve az ott történtekre szerdai híradónkban még visszatérünk.